kívülről tök egyszerűnek tűnik, fut, ugrik. Igen. Azért ennél kicsit nehezebb a helyzet, szerintem Kozák Luca pontosan jól tudja. Szia, Luca! Szia, Luca! Sziasztok, jó reggelt! Hát gratulálunk! Ez először is kezdjük ezzel, hogy teljesítményes eredmény. Hogy vagy, hogy élted meg, számítottál-e? Számítottál egy ilyen jó eredményre? Őszintén szóval most még az országos bajnokságon nem gondoltam, hogy ennyire jó eredmény fog kisülni az egészben. Én szerettem volna ideileg jobbat futni, de nyilván nagyon örülök neki, hogy ezt már most sikerült megdöntenem, hiszen 2 éve futottam először az országos csúcsra, az 12.71 volt, és ezek 2 éve dolgoztam azért, hogy egyetlen egy századdal fussak jobbat, úgyhogy ez is megmutatja, hogy milyen viccesleg ez a sprint, hogy ennyire kevésért dolgozunk nagyon-nagyon sokat. Hát leginkább annyi, azért dolgoztok nagyon-nagyon sokat, hogy 60 vagy 100 méteren minél hamarabb beérj a célba. 2022 van, nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetsz, ugye az elmúlt évekből kifolyólag, és hogyha előrefelé nézünk, azért nyilván vannak, mondjuk úgy, hogy rövidtávú céljaid, és elég csak 2 évet előre menni. Nyilván így mindig vannak hosszabb és rövidtávú célok. Hosszabb távok egyértelműen olimpiába gondolkozik minden sportoló 4 éves, jelen esetben 3 éves ciklusba. Viszont én most jelenleg a München Európa bajnokságon vagyok már teljesen fejben, az augusztus végén lesz, és a jövőre meg lesz egy hazai rendezési világbajnokság, utána egy párizsi olimpia, úgyhogy nagyon sűrű 2,5-3 évem lesz. Luca, engem annyira érdekelne, hogy amikor egy sportoló ilyen fantasztikus eredményt ér el gátfutásban, de teljesen mindegy milyen sportágban, akkor szerinted mi a titok, vagy milyen állapotban kell ahhoz lenni, hogy ezt tud elérni? És tudom, hogy erre az a válaszod, hogy nyilván jó állapotban, de hogy érezted-e azt, hogy most tényleg abban az állapotban vagyok, hogy most ki tudjak lőni, most én legyek az első, és még egy ilyen időt is tudjak futni? Nálunk, mivel elég technikai számról van szó, nem feltétlenül elég az, hogyha fizikálisan nagyon jó állapotban vagy. Itt mentálisan is ott kell lenni, hiszen bármikor benne van egy apró rontás, és tényleg egy apró rontás, akár századok vagy tizedek. Én azt mondtam, hogy ez a futás volt, amit én tudok az elejétől a végig, megcsináltam mindent, amit meg kell csinálni, és azért lett egy ennyire jó idő. Azt mondtam a bevezetőben, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy tök egyszerűnek tűnik kívülről a gátfutás. 60 méter vagy 100 méter, fut, ugrik. Azért ennél kicsivel nyilván nehezebb a dolog. Igen, gátfutásnak hívják, úgyhogy mi nem ugrunk a gátra, hanem úgymond átfutunk felette. Úgyhogy az a lényeg, hogy a súlypontunk szépen a 100 vagy 60 méter alatt egy síkon maradjon, és nem mozogjon, mint az ugrószámoknál. Úgyhogy nyilván a női gát az egyszerűnek tűnik, nem olyan magas a gátunk, nekünk csak 84 centi, a fiúknak kicsit nehezebb dolga van a 106 centis gáton kereszt teljesíteniük, úgyhogy nyilván nem egy egyszerű szám, meg ez nem olyan szám, amit mondjuk hobbiként tud az ember csinálni, de szerintem pont ez izgalmas, hiszen bárki tud hibázni, bárki tud nagyon jót futni, úgyhogy nem lehet megmondani soha, hogy ki fog ebből a versenyből legjobban kijönni. Annyi mindent választhattál volna, tehát hogy lehettél volna rövid távfutó, és akkor csak végig kell menni azon a bizonyos 100 méteren, minél hamarabb, nincs közben gát. Hogy jött a gát az életedbe? Igazából a 100 méter sem olyan egyszerű, mint aminek tűnik, ott is nagyon technikailag ott kellett, nagyon sokat lehet fejleszteni a futótechnikát. A gátazás az úgy jött, hogy nyilván hamar kiderült, hogy sprintszámban nagyon jó voltam kiskoromban, én még mind a mai napig szoktam indulni, amikor országos bajnokságon 100 méterem. És a gátfutás az igazából így megtalált engem, én nem akartam gátazni, kicsit így ellen is álltam, hogy nem szeretnék, és emlékszem, hogy volt egy ilyen serdülő 4 próba, amiben volt 80 méter gát, még a régi Puskás stadionban, és az edzőm azt mondta, hogy de, el kell indulni. És elindultam, és amikor beértem a célig, az volt, hogy én tudok gátazni. Úgyhogy onnantól kezdve meg egyértelmű volt, hogy ez az én célom, és ezt fogom csinálni. Szokták sportolóktól kérdezni, engem nagyon érdekelne, hogy van-e példaképed, Luca, akinek mondjuk az életútja sport teljesítményének szemed előtt lebeg, és esetleg mondjuk te is megcélzod ezeket az eredményeket? Én erre mindig azt mondom, hogy egy embert nem tudnék kiemelni, van nagyon sok ember így az életemben, nem csak a sportból, akikre különböző dolgok miatt felnézek, de egy embert nem tudnék mondani, hogy ki az, aki tényleg így a klasszikus értelemben vett példakép. Hogyha elmész futni, és olyan edzés van, hogy nem tudom, futni kell 2 kilométert, 5 kilométert, 10 kilométert állóképes. Nem futunk ilyeneket. Nem futok ilyen hosszúokat? Tehát, hogy elég 6-szor körbefutni a 400 méteres pályát, és akkor meg is vagyunk?
úgy képzelje el, és mindre ez is, hogy nyilván alapozáskor téli időszakban azért van egy ilyen hosszabb futás, 15 perc, 20 perc maximum, de tényleg az kocogás melegítés. Mondjuk egy résztávos edzésünket 8x150 méter, 6x120 méter, ilyen távokban gondolkoz inkább, de azért ez is nagyon fáraszú, teljesen más, és szerintem úgy kicsit elképzelhetetlen olyan emberek, aki nem résztávozott, hogy ezek mennyire rosszak tudnak lenni, pedig kimondva tényleg azt, hogy mondjuk 5x100 méter, az tudom, hogy semminek nem hangzik, de nagyon rossz tud lenni. Az lett volna a kérdés, hogyha futsz egy viszonylag hosszabbat, mert esetleg kell, vagy úgy van kedved, hogy akkor azzal töltesz egy kellemes vasárnap délután, akkor te tudsz rendesen futni, vagy azért néha nem tudom, hogy 50 méterenként muszáj szökkenned egyet? Nem tudok rendesen futni. Tudok rendesen futni, tehát... Azt említetted a következő, akkor az a bizonyos németországi verseny lesz. Igen, az augusztus végén lesz, én most jelenleg amúgy Franciaországban vagyok, tegnap meg szombaton futottam itt egy-egy versenyt, úgyhogy most megyek haza, egy kicsit ilyen edzősebb időszak lesz, majd augusztus elején újra elkezdünk párat versenyezni, és akkor az augusztus 20 és 21-én lesz a női gát, arra koncentrálunk teljesen. De mindenképpen pihenjél, Luca, az nagyon fontos, regeneráló pihenj. Verseny után. Ebben az évben egyébként a németországi megmérettetésen kívül lesz még valami ősz, illetve tél magasságában, akár fedett pályán? Én tervezem, hogy az EB után azért még egy-két versenyen rajthoz állok, de nyilván az már csak ilyen, hogy élvezem a versenyzést. Jövőre fedett pályán Európa-bajnokság lesz, én azt is szeretném megcsinálni, hiszen tavaly döntős voltam, ott 8. helyet értem, hogy szeretnék ezen a helyezésemet javítani ott. Luca, gratulálunk még egyszer, csak így tovább, tessék megjavítani még ezt a csúcsot is, Németországból már így gyere haza, de ha nem sikerül, mi akkor is büszkék vagyunk rá. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon várjuk az újabb fantasztikus eredményeket. És hogy Franciaországban, hogy azt mondtad, egy darabka sajtot hoz már nekem, légy szíves, hogy jössz vissza, köszönöm szépen. Rendben. Köszönjük szépen, szia. Köszönöm, sziasztok.